heves, hosszan elnyúló külterületi lakott része Alatka. 1995-ben a főutca északi felén lakók még Boconáthoz, a déli felén élők Heves városához tartoztak. Később azonban népszavazással eldöntötték, hogy mindkét terület Heveshez tartozzon. Balázs József urral beszélgettünk, aki a fejlesztési irodát vezeti, és Alatkán vagyunk Heves települése mellett, és egy nagyon sokszínű vidék, ahol rengeteg tó van, van egy lovarda, van egy eperföld, rengeteg fólia, és ilyen fesztiválok és rengeteg kulturális eseménynek a központja. Mi történik itt, és mi ez pontosan? Heves Alatka, Heves város lakott külterületi része, mintegy 400 fő lakja. A népesség szám az tulajdonképpen, amit elteszett mondani, az kicsit sokkal több mindent takar, hiszen bár csak 400 fő lakja, de rendkívüli adottságokkal és lehetőséggel rendelkezik az alatkai településrész. Hiszen közel 40 darab horgásztó, halastó található ezen a kis településrészen, de emellett rendelkezik egy országszerte ismert lovasudvarral, ahol a térség legnagyobb lovas rendezvényeinek a megrendezése történik. Itt a környéken miért van 40 vagy annál több tó, és hogy került ide, és mi célt szolgál? Ezek bányászat révén alakultak ki, hiszen kitermelték a sódert, a homokot, és helyére pedig a talajvíz foglalt el ezt a helyet, és ebből alakult ki egy különleges, egy Magyarországon is különleges tórendszer, hiszen 40 darab tó, azt gondolom, hogy szerintem, tudomásom szerint sehol az országban nincs ilyen. És szinte mindegyiken horgászat folyik különböző módon, sporthorgászat, húshorgászat, ahogy szokták mondani a horgászok, tehát különböző módon, de döntően mindegyik horgászat céljára van hasznosítva. Bár, ha szétnézünk, akkor van, ahol még mindig folyik a sóder kitermelése, tehát mellette még párhuzamosan még folyik a sóder kitermelés is. És itt a tavak partján nagyon szép fejlesztések kezdődtek. Én azt gondolom, hogy a tulajdonosok azok igyekeznek eleget tenni azoknak a kihívásoknak, amelyeket a mai kornak a horgásza elvár. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb, egyre több a horgász. A műsor elkészítése és média megjelenése a Városi Civil Alap támogatásának segítségével valósult meg.